Érkeznek a diákok a tanévnyitó ünnepségre. Szeptember 2-án reggel valamennyi óbudai és békásmegyeri intézményben, így itt a Cipernovszky Károly általános iskolában is becsengettek. Ebben az iskolában közel 30 elsős diák kezdte meg az új tanévet, őket külön is köszöntötték. Nem csak tanulás vár itt rátok, de sok játék és vidámság is. A kerület polgármestere többek között az intézmények személyiségformáló és közösségépítő szerepét hangsúlyozta. 35 évvel ezelőtt, 18 évesen én is szeptember 1-én itt kezdtem dolgozni, és majdnem 3 éven keresztül dolgoztam ebbe az általános iskolába. És egy olyan közösség fogadott akkor be, ami egy nagyon jó élmény volt, meg nagyon meghatározó volt, sőt, az egész itteni munkám azt hiszem meghatározta a későbbi életemet is, és szociális pályára is azért mentem el, amit itt az iskolában is, meg a lakótelepen tapasztaltam. És azt hiszem, hogy az a közösségépítés, amit Óbudán próbálunk megvalósítani, annak egy kicsit az is az alapja, hogy itt milyen élő közösséget tapasztaltam meg, és bízom benne, hogy a mostani kis elsősök is ugyanezt fogják megérezni, hogy a Cipernovszkyban nagyon jó közösség van. A nyári hónapok sem teltek eseménytelenül az iskolákban, szinte valamennyi intézményben zajlottak kisebb-nagyobb felújítási karbantartási munkák. Nagyon sok osztálytermünk került kifestésre, ami ilyen, tehát szépítést értünk alatta, illetve tárgyi fejlesztésben megújult a számítógépparkunk, illetve tableteket kaptak a kollégák. Emellett az önkormányzat által elindított iskolaudvar fejlesztési program is tovább zajlik. Amikor az iskolák elkerültek tőlünk, illetve a források is, utána arról döntöttünk, hogy az iskolaudvarok felújításában veszünk részt, és ebben ugyanúgy közösségi tervezéssel valósítjuk meg, ahogy az egyéb közterület fejlesztéseinket, így valósult meg a túloldalon a Bárci Általános Iskolának az udvar felújítása, és most van folyamatban a Pók utcai lakótelepen az Arató Emil téri általános iskola udvar felújítása. Erre a beruházásra 100 millió forintot költ az önkormányzat.